Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Alakulóülés letette az esküt az új képviselőtestület Tolnán. Paks 2 megkapta a magyar fél a műszaki terv dokumentációt. Depresszió és öngyilkosság egyre több fiatalt érint. Királyi gasztronómia, különleges ételek várták a vendégeket Bátaszéken. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Megtartotta alakuló ülését Tolna képviselőtestülete, alpolgármesternek ismét Berta Zoltánt választották. Aperszófer Ágnes polgármester az összefogást és a lakossággal való egyeztetés fontosságát emelte ki székfoglalójában. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz, és annak alaptörvényéhez hű leszek. Letette esküjét Aperszófer Ágnes Tolna polgármestere a képviselőtestület alakuló ülésén. A Fidesz-KDNP-s városvezető azt mondta, továbbra is arra törekszik munkája során, hogy a várost előre vigye, és együttműködjön a képviselőtestület többi tagjával. Az önkormányzati választás eredményeként ugyanis a testületben a Fidesz-KDNP-nek 6, a Tolna Városért Egyesületnek pedig 5 képviselője foglal helyet, akiket szintén beiktattak az alakuló ülésen. A megválasztott polgármester távlati tervei között szerepel a már futó pályázatok megvalósítása, mint a játszóház és a kerékpárút építése, valamint a csapadékvíz elvezetés fejlesztése, az utak és a járdák felújítása, a közlekedés átszervezése. Most semmi más nem szeretnék, csak azt, hogy a város azon az úton menjen tovább, amire 2006-ban ráléptünk. Mint ahogy a beszédemben is mondtam, a város gazdálkodása átlátható és stabil, és most már évtizedek óta tudunk azon gondolkodni, mi az, amit fejlesztünk a városban. A testület alpolgármestert is választott Berta Zoltán személyében, aki eddig külsős alpolgármesterként segítette Aperszófer Ágnes munkáját. Most már képviselői mandátummal rendelkező alpolgármester vagyok, ami külön felelősség, de nagyon megtisztelő számomra, hogy közvetlen módon már a választók is bizalmat szavaztak nekem, mint képviselőnek, illetve a megválasztott képviselőtestület pedig alpolgármesternek. Úgyhogy felemelő, izgalmas, de érzem a felelősséget. Az alakuló ülésen a testület megalakította szakbizottságait. A gazdasági bizottság elnöke Guld Csaba, a jogi bizottság elnöke Balogh Zoltán, a humán bizottság elnöke pedig Baksainé Kenesei Éva lett. Megöltek egy férfit Bátán, a rendőrök őrizetbe vették a gyanúsítottat, közölte a Tolna megyei rendőrfőkapitányság hétfőn. A férfi eltűnése miatt október 21-én adtak ki körözést, az adatok alapján később emberölés gyanúja miatt rendeltek el nyomozást ismeretlen tettes ellen. A főkapitányság munkatársai pénteken őrizetbe vették a feltételezett tettest, egy férfit, és kezdeményezték a gyanúsított letartóztatását. A 60 éves gyanúsított italozás után ölhette meg vele egykorú ismerősét, a holttestet háza pincéjében rejtette el. Megkapta a magyar fél a mintegy 300 ezer oldalas műszaki tervdokumentációt az oroszoktól, ami a két új paksi blokk létesítési engedélyéhez szükséges. Ez a dokumentáció hivatott igazolni, hogy az új blokkok tervei maximálisan megfelelnek a legszigorúbb nemzetközi magyar, illetve európai biztonsági előírásoknak, mondta stábunknak Süli János, a Paks 2 beruházásért felelős miniszter. A Dombóváron tartott helyi és Tolna megyei alakuló testületi közgyűlésen Süli János elmondta, reméli, hogy a megválasztottak is mindazon fognak dolgozni, hogy a régió az ország egyik legjelentősebb beruházását megvalósítsa. Október 2-án megkaptuk az orosz réttől azokat a tervdokumentációkat, ami alapján az engedélyezést magára a főépületre meg tudjuk. Körülbelül jövő nyáron tudjuk beadni az engedélyezési dokumentációt. Pakson azóta is tartanak a fejlesztések, és a felvonulási területen is dolgoznak a munkagépek. Hogy ott az első irodaházak építése elkezdődött a területe, azt megelőzően a villamos energiaellátás a felvonulási hálózatra elkészült. Az úthálózatnak a környékbeli úthálózatra 10
8 végén született egy kormányhatározat, hogy 187 milliárd forintból megújítani. Ennek megfelelően több útszakaszon tartanak már az előzetes felmérések és az előkészületek. A tél lejártával, ahogy az idő engedi, elsőként a Nagydorogi és a Cecen-Németkér útvonalat újítják fel. Idén egyszeri kiegészítő juttatást, a jövő évtől pedig havi fix összegű díjemelést kapnak az alap- és szakellátást nyújtó fogorvosok, jelentette be az Emberi Erőforrások minisztere hétfőn. A minisztérium saját forrásból még idén közel 4,5 milliárd forintos plusz forrást biztosít az egyszeri kiegészítő díjazásra, míg 2020-tól a jelenlegi havi 130 ezer forint helyett havonta 380 ezer forint rezsitámogatást kapnak a közfinanszírozott fogászatok. Az elmúlt időszakban az alapellátásban dolgozó háziorvosi praxisok támogatása jelentősen nőtt, azonban ettől elmaradt a közfinanszírozott fogorvosok támogatása. Ezért döntött úgy a minisztérium, hogy ebben az évben a heti 30 órát dolgozó alapellátó fogorvosok és fogorvosi szakellátók 1,5 millió forint támogatást kapnak. Az ennél kevesebb heti rendelési időt vállalók időarányosan kevesebb pénzhez jutnak. A kutatások szerint az öngyilkossági próbálkozások és a befejezett öngyilkosságok hátterében általában valamilyen pszichiátriai betegség áll. A leggyakoribb közülük a depresszió, ami egyre több fiatalt érint. A megelőzése, a betegség időben történő diagnosztizálása életet menthet, hangzott el azon a szakmai napon, amit Szekszárdon tartottak. Ingellékenység, szomorúság, érdektelenség, iskolai teljesítmény romlása, kortársaktól való elfordulás, táplálkozási zavar. Többek között ezek jellemzik a depresszióval küzdő fiatalokat. A tüneteket könnyedén össze lehet keverni a tínédzserekre amúgy is jellemző levertséggel, a kamaszkori krízissel, ezért fordul elő gyakran, hogy a diákok depresszióját kevésbé veszik észre barátai, tanárai és szülei, mondja Német Adrián, gyermek- és ifjúságpszichiáter. A depresszív epizódoktól az időtartam, a tünetek súlyossága, illetve a funkció romlás mértéke, vagyis az, hogy mennyire tud valaki helytállni az iskolában, a kortárs közösségekben, mennyire érdeklik az addig szívesen végzett tevékenységek, az egy nagyon fontos elkülönítési szempont. A szakember azt mondja, egyre több fiatalt érint ez a betegség. 100 gyerekből 3-8 kiskamasz küzd gyermekkori depresszióval, ami akár öngyilkossághoz is vezethet. Ezért fontos a betegség minél korábbi felismerése és kezelése. Ebben pedig kulcsszerepet játszanak a krízishelyzetben levő emberekkel leggyakrabban találkozó szakemberek, mint a háziorvosok, pszichológusok, tanárok. A depresszió gyógyítható, gyermekkorban a kognitív viselkedésterápia, a családdal való együttdolgozás a leghatékonyabb módszer. Kamaszoknál pedig az élményközpontú terápia, önismereti csoportok vezetnek eredményre. Sokat segít, ha hasonló helyzetben levő kortársaikkal megosztatják élményeiket. Az országos statisztika szerint egyébként évek óta csökken az öngyilkosságok száma, csak a fiatalok és az idősek közt nem. A 20 év alattiak és a 60 év felettieknél évről évre nagyjából ugyanannyian követnek el öngyilkosságot. A krizantéma legnépszerűbb virág halottak napja idején Magyarországon, ez derül ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közleményéből. 20 milliónál is több szál kerül csak az évnek ebben a néhány napjában a temetőkbe. Ez azt jelenti, hogy az éves krizantém mennyiség 60%-át ekkor adják el a kereskedők. Az idei időjárás egyébként kifejezetten kedvezett a krizantém termesztőknek. Az elmúlt hetekre jellemző melegnek köszönhetően ugyanis sokkal tovább tartott a virágzási időszak, mint a korábbi években. Befejeződtek az október-novemberi érettségi időszak írásbeli vizsgái, a szóbelik november 7-től kezdődnek. A tanév rendjében meghatározott 10 vizsganapon, 115 helyszínen, mintegy 10.500 érettségiző adott számot írásban tudásáról. Az idei őszi érettségi november 7 és 11-e között 63 helyszínen 576 tantárgyi bizottság előtt több mint 6.950 emelt szintű szóbeli vizsgával folytatódik. A középszintű szóbeliket november 18-a és 22-e között tartják.
2013 óta folyamatosan összeállítják különböző szempontok alapján hazánk legjobb középiskoláit. A top 100-as listába Tolna megyéből idén egyedüliként a Szekszárdi Garai János gimnázium került be. Az 1000 intézmény 1700 képzési formáját tartalmazó lista tavalyi rangsorához képest idén 17 helyet javította a Szekszárdi tanintézmény. Idén is elkészült a legjobb hazai középiskolák rangsora. A top 100-as listába Tolna megyéből egyedüliként a Szekszárdi Garai János gimnázium került be, valamint megelőzött számos pécsi iskolát, de a kaposvári Táncsis Mihály gimnáziummal is évek óta szoros versenyben van a Szekszárdi gimnázium. A lista összeállításakor idén is három fő szempontot vettek figyelembe a készítők. Ennek alapján idén a 71. helyet foglalja el az intézmény. Ez a tavalyi lista eredményeihez képest 17 helyen előrébb van. Ez nem azt jelenti, hogy most 17-tel jobb a gimnázium, vagy tavalyi évben adott esetben 10 helyen visszaesett, hanem egy adott évfolyamnak a helyezését tükrözi. Én azt tartom fontosnak, hogy amióta ezt készíti ez a bizonyos folyóirat, azóta mi mindig a dél-dunántúli régió vagy a legjobbja, vagy a második legjobbja vagyunk. Ez nagyban függ az emelt szintű érettségik átlagától, és attól is, hogy egyáltalán hányan tesznek ilyen érettségit. Az alapítványi és az egyházi iskolák nélkül kizárólag az állami fenntartású intézmények maradnak a listában. Akkor a 49-50. Helyzet a Szekszárdi Garai János gimnázium. Ismét megtelt a bátaszéki sportcsarnok az idei királyi gasztronómiai esten október utolsó hétvégéjén. A városban és a környező településeken élő népcsoportok, intézmények és egyesületek tagjai készítették el hagyományos, különleges és kedvenc ételeiket. Ezeket kóstolhatta végig a több száz fős vendégsereg. A lakoma után bállal zárult az este. Nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket, és jó étvágyat kívánok a vacsorához! Így köszöntötte a bátaszéki királyi gasztronómiai est vendégeit Eufrózina királyné. Csülkös paccal töltött káposzta és tejfeles csirke. Nem egy szokványos menüsor, de ezeket az ételeket akár mindvégig kóstolhatta az este során, már aki bírta. Környező népcsoportok hagyományos ételei, helyi intézmények és civil egyesületek különleges és kedvenc fogásai közül lehetett válogatni. Ez arra is alkalmas, hogy a hagyományokat egy kicsit fel tudjuk eleveníteni, és a fiatalabbak gyakorlatilag a gasztronómián keresztül egy kicsit betekintést kapnak arra, hogy az idősebb korosztály milyen ételekkel gazdagította bátaszék étrendjét. Köszönjük a Bátaszéki Horgász Egyesületnek, és adatszat ők is megérdemli. Köszönjük szépen! Az egyik legnépszerűbb idén is a Horgász Egyesület harcsa pörköltje volt, de a hagyományos fogások mellett egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az egészséges ételek megjelenítésére is a kínálatban. Igyekeztünk egészséges alapanyagokból elkészíteni az ételeinket, főként a zöldségek domináltak, valamint az egészségesnek mondott húsok, illetve a kenyeret például teljes kiörlésű lisztből készítettük. Egy királyesthez méltóan a lakomát Bál követte bát a széken. Könnyedén nyert a Sopron a KSC Szekszárd ellen. A hazai pályán játszó soproniak 24 pontos előnnyel zárták a mérkőzést a női kosárlabda NB1 alapszakaszának vasárnapi játéknapján. Az Euróligában is menetelő soproniak 30 büntetőből csak egyet rontottak el, és továbbra is 100%-osak az élvonalban, míg a szekszárdiaknak ez volt a második vereségük a szezonban. Regionális híreink következnek. Még megfordulhat az eredmény, új szavazást tartanak Komló egy részén. Elmaradt a szőlő túltermelési válság, export lehetőséghez juthatnak a hazai borászatok. Ingyenes kóstolót rendeztek Pécsen, a termelői mézet és a mézfogyasztást népszerűsítették. Megalakult az új Somogy megyei közgyűlés Kaposváron. A 15 fős testület ismét Bíró Norbertet választotta elnökévé. A régi új vezető elmondta, bízik benne, hogy az építkezés évei következnek. Somogyban 434 szavazókörben adták le voksukat a választók a megyei listára, mondta professzor dr. Tosszenberger János, a Somogy megyei területi választási bizottság elnöke, aki a megyei közgyűlés alakuló ülésén adott tájékoztatást a választás eredményéről, majd átadta a megbízó leveleket a képviselőknek. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Hogy Magyarországhoz. És annak alaptörvényéhez hű leszek.
A képviselők eskütételét követően titkos szavazással megválasztották a megyei közgyűlés elnökét. 11 igen és 4 tartózkodás mellett a 15 fős grémium ismét a Fidesz-KDNP-s Bíró Norbertet választotta a posztra. Szeretnék megköszönni a somogyiaknak a bizalmat, a támogatását, amelyek a szavazatokban egyértelműen megnyilvánultak. Itt a közgyűlésben is nem kaptam nem szavazatot, és 11 támogató igen. Ezek a jó kedvező előjeleknek értékelem, és bízom benne, hogy teljes összefogással tudjuk ezt a megyét vezetni. A megkezdett folyamatok folytatása, befejezése a cél a megyei önkormányzat számára, mondta a régiói vezető. Mint Bíró Norbert kiemelte, a top források projektjeinek fele még tart. Az alap összeg, amiről elindultunk, az 43,5 milliárd, és most körülbelül 8 milliárd forinttal haladtuk meg. A forrását csoportisítással, illetve a kormány támogatásával ezen források összegét. Az október 13-i választáson a szavazatok alapján a legtöbb 9 mandátumot a Fidesz-KDNP szerezte. A Somogyért Egyesület, valamint a Jobbik 2-2 mandátumhoz jutott. A DK és a Momentum pedig 1-1 képviselőt delegálhatott a megyei közgyűlésbe. A testületnek az előző ciklushoz képest 8 új és 1 visszatérő képviselője van. Az alakuló üléslevezető korelnök, a somogyértes Gyenese István együttműködő közgyűlésre számít. Egy emberarcú megyei közgyűlés megalakítására, létrehozására, működtetésére, ehhez pedig nem kell semmi más, mint hozzáértés, kellő emberség kell hozzá, és kell hozzá hitelesség is. A megyei közgyűlés a tervek szerint novemberben ülésezik legközelebb. Díszpolgári címet adományoz a Mohácsi önkormányzat posztumusz Szekó Józsefnek, erről döntöttek a képviselők a pénteki alakulóülésen. Az új polgármester javaslatát minden képviselő támogatta, de a cím adományozásának időpontját a Fidesz-KDNP frakció kifogásolta. Szerintük nem azonnal, hanem ünnepélyesebb keretek között, augusztus 20-án kell ezt megtenni. A javaslatot végül elfogadták. Akkor ez az átadás már a gyászt sem fogja zavarni, hiszen ha vele gondolunk, bő 3 hete hunyt el tragikus hirtelenséggel polgármester úrunk, tehát még egyszer mondom, azzal maximális egyetértünk, hogy díszpolgárrá nevezzük ki polgármester urat, posztumusz, viszont az átadást én augusztus 20-ára datálnám, amikor a testvérvárosi küldöttségek, különböző barátok, szerettek itt lehetnek együtt, és együtt ünnepelhetik ezt a méltó alkalmat, hasonlóan az eddigi szokás önköz, hiszen augusztus 20-án adtuk át korábban is ezeket a díjakat. Meg kell ismételni a szavazást Komlón, a Kenderföldi 13-as szavazókörben értesült a Szabadpécs. A Baranya megyei területi választási bizottság formai okokra hivatkozva elutasította a Komló összeköt egyesület beadványát. Ezután az egyesület bírósághoz fordult és sikerrel járt. November 10-én lesz az új szavazás. A fideszes Polics József 118 szavazattal szerzett többet a Komló összeköt polgármester jelöltjénél, Ferenci Tamásnál. A szóban forgó 13-as szavazókörben a többihez képest igen nagy 145 szavazat volt a különbség Polics javára, így ha itt sikerülne fordítani a Komló összeköt jelöltjének, akár a polgármester személye is változhat, írja alap. Sajtóközleményt adott ki Páva Zsolt, Pécs leköszönő polgármestere. Ebben azt írja, tiszta lelki ismerettel biztos alapokat biztosítva adja át Pécset, ez csütörtökön megtörtént. Utódja stabil, kiszámítható, fejlődésre alkalmas állapotban lévő gazdálkodást örökölt. Az önkormányzat 2009-es mérlege 35 milliárdos hitelt és további 10 milliárdos céges adósságot mutatott. A beláthatatlan tetemes hiányt a kormányzat partnerségével ledolgozták, a tavalyi évtől Pécs fejlődő pályára állt, jelentős nemzetközi vállalatok döntöttek Pécs mellett, további 2000 új munkahelyet teremtve. Páva Zsolt azt írja, az általa aláírt átadás átvételi dokumentáció tanúsága szerint ez év végéig az önkormányzat kasszájában mintegy 7 milliárd forint áll a város rendelkezésére, mely részben kötelezettségvállalással terhelt. Több bort exportálhatnak a gazdák, ugyanis elmaradt a szőlő túltermelési válság. Az elmúlt 2 bőséges termést hozó év után idén kevesebb, de jobb minőségű szőlőt szüretelhettek országszerte. Európában pedig hiány keletkezett a jó minőségű borból, így a magyar borászatok korábbi években felhalmozódott készletére nagyobb igény keletkezett. Cabernet Sauvignon, amit a Kopas-hegyen születeltünk a múlt hét elején,
Látszik rajta, hogy szép színe van, kiérjett. Ez a pincészet augusztus 12-én kezdte a szüretet, és közel 11 hét alatt mintegy 80 hektárnyi területről gyűjtötték be a szőlőt. A Merlot, a Cabernet Sauvignon és a Chardonnay mellett Irsai Olivért és Cserszegit is szüreteltek. Baranyai Péter főborász arról beszélt híradónknak, a jóslásokkal ellentétben elmaradt a szőlő túltermelési válság. Túlbecsülték az idei termést, tehát jóval kevesebb szőlő termet, mint amire sokan számítottak. Sok helyen 30, hallottam akár 50%-os mennyiségi csökkenést is. Nálunk is kevesebb szőlő termet, mint a tavalyi évben, ez az igazság, de ez nem haladta meg a 10%-os különbséget. Korábban a hegyközségek nemzeti tanácsa úgynevezett zöld szüreti támogatásról is döntött. Ennek lényege, hogy a gazdák az előző két év átlagtermésének mintegy 52 forinttal számított ellenértékét kapták meg kilogrammonként kárpótlásként, ha július elején éretlenül a földre szüretelték a fürtöket. Nem jöttek be ezek a várakozások, tehát a terület alapján számolva kevesebb, mint 8%-a élt a gazdáknak, tehát az ország területének kevesebb, mint 8%-a ment kárba, és mondhatom, hogy hála Istennek, hogy csak ilyen kevés. Amíg hazánkban elégedettek a termés mennyiségével a gazdák, addig Európában hiány is keletkezett a minőségi nedűből, így nőttek az export lehetőségek. A borászok arra számítanak, hogy az elmúlt két évben felhalmozódott készleteket így majd könnyebben értékesíthetik. Ingyenes mézkóstolót tartottak a pécsi Kossuth téren. Az Ideméz elnevezésű program célja, hogy a helyi termelők termékeit népszerűsítsék. Az eseményen elhangzott, fontos, hogy ne csak mint természetes édesítőszerként gondoljunk a mézre, hiszen ez az élelmiszer jelentős szerepet tölt be az egészség megőrzésében. Akác, hárs, repce, talán ezek a legnépszerűbb mézfajták. Az Ideméz elnevezésű program keretében azonban olyan különlegességeket is kóstolhattak az érdeklődők Pécset, mint a gesztenyés vagy a levendulás méz. A promóció célja, hogy a helyi termelők termékeit népszerűsítsék a Baranyai megye székhelyen. Ebben nyújt segítséget a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Itthonról Otthonra programsorozata, melyben nagy hangsúlyt kap a méz. Minden egyes rendezvényünkön meghívjuk a méhészeket, az odavalósi méhészeket, mindig más-más iskolában tartunk ilyen tájékoztatót, idén ez már a negyedik alkalom volt az Itthonról Otthonra. Én úgy gondolom, a méhészek, a baranyai méhészek igen magas színvonalon állítanak elő mézet. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület baranyai vezető szaktanácsadója szerint a legtöbb ember úgy gondol erre az élelmiszerre, mint természetes édesítő. Máj Gábor kiemelte, az ilyen ingyenes kóstolók célja, hogy minél szélesebb körben megismertessék a méz jótékony hatásait. Nem csak édesítőszerről van szó, hanem egy egészséges termékről, ami a téli időszak megkezdésével tulajdonképpen az emberi szervezetet felkészíti az influenzás időszakra, és nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ez egyre inkább elmélyüljön az embereknek a gondolataiban. 2010 óta 40 g per főről 1 kg-ra emelkedett a mézfogyasztás hazánkban, ami nagyon jó eredmény, mondta Müllerné dr. Juhos Bernadett. A Baranyai megyei kormányhivatal főigazgatója hangsúlyozta, fontos a méhek és a méhészek védelme, támogatása. Az agrártárca is elkülönített egy jelentős összeget, ez ma még családonként jelent 500 forintos támogatást, amely jövő év tavaszától 1000 forintra emelkedik, és kellő sikerrel járt az uniós kampány is a tekintetben, és jövőre pedig már egy közös forrásból lehet támogatni a méhészeket. A Baranya megyei önkormányzatnak is fontos szerepe van az ilyen és hasonló népszerűsítő programokban, mondta az eseményen Őri László. Szervezőként erősítse a kapcsolatfelvételt a méztermelők és a települések között, hiszen az a cél, hogy a baranyai méztermelők ezzel segítve természetesen az ő gazdasági lehetőségeket, a piacra jutásukat is minél több piacon tudjanak megjelenni, és ezáltal minél több baranyai családhoz és baranyai gyermekhez jussanak el ezek az egészséges termékek. Baranyában egyébként mintegy 800 méhész tagja a megyei agrárkamarának, így bőven van választék, hogy ne a hamis vagy gyenge minőségű mézet emeljük le az üzletek polcairól, hangzott el a rendezvényen. Végül mutatjuk újra, miről szólt a híradó. Alakulóülés letette az esküt az új képviselőtestület Tolnán. Paks 2 megkapta a magyar fél a műszaki tervdokumentációt.
depresszió és öngyilkosság egyre több fiatalt érint. Királyi gasztronómia, különleges ételek várták a vendégeket Bátaszéken. Kedden borongós, hűvös időre készülhetünk, néhol ködfoltok alakulhatnak ki, és eső is várható. A hőmérséklet délután 13 és 16 fok között alakul. Már köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, viszontlátásra!